Békesség nektek. Bár nagyon hiányoztok, de még mindig nem tudunk találkozni, ezért igyekezlek titeket Istennek a drága igéjéből szellemi táplálékkal etetni, táplálni, és a ti hiteteket emlékeztetés által serkenteni. A mai napon a Máté evangéliuma 4. fejezetéből hoztam nektek egy történetet. Jézus már túl van a bemerítkezésen keresztelő János által, de mi történt ezután? Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett. És hozzámenvén a kísértő mondanéki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Evette Jézus az ő 40 napos böjtje alatt. Olvassuk, hogy fizikai táplálékot nem vett magához, de végig táplálta magát azzal a mannával, amit Isten hullajtott neki az égből, Isten igéje formájában, és amit mind a mai napig nekünk is hullat az égből. Azért említettem ezt a mannát, mert Jézus válasza az ördögnek egy olyan idézet, ami a mannáról szól, az 5 Mózes 8.3-ból, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek a szájából származik. Isten igéje a hívő ember tápláléka. Minden nap szükséged van rá, hogy egészséges légy. Felkelsz reggel, eszel. Ez természetes, ugye? Legyen az is ugyanolyan természetes, hogy amikor felkelsz reggel, akkor olvasod Isten igéjét. Ez az egyik szellemi táplálék. És mi a másik? Erről is Jézus beszél a János evangéliuma 4. fejezetében, ahonnan legutóbb is idéztem az előző áhítatban. Azt mondja Jézus, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok, és a tanítványai kérdezik egymástól, hogy hozott neki valaki enni? És azt mondja Jézus erre válaszul, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki elküldött engem. És itt most főleg az volt Isten akarata, hogy valaki továbbadja az evangéliumot másoknak, és most örülök, hogy én is ezt tehetem. Sokkal nagyobb megelégedést ad nekem teljesíteni Isten akaratát, és olvasni Istennek az igéjét, mint bármilyen nagyon finom vasárnapi ebéd, mert ugye most vasárnap van. Az igazi megelégedés, az igazi békesség a szívednek Isten igéje, és Isten akaratának a teljesítése. Isten igéje tanácsot ad, utat mutat, és bölcsé tesz téged. Segít neked az életednek az út elágazásainál meghozni a jó döntést. Isten igéje nélkül ez nem megy, mert sehonnan máshonnan nem tudsz bölcsességet beszerezni. Isten igéje megőriz a bűntől, és segít különbséget tenni a jó és rossz között. Ha olvasod Isten igéjét, és érzed azt a jó megelégedettséget, hívd fel egy barátodat, és oszd meg vele a te finom falatjaidat. Tehát hívj fel valakit, és etesd őt is. Etessük egymást Isten igéjével. Ugye a hiteink is egymás által üdülnek fel. Aki mást felüdít, maga is üdül. Ha a hitünket megosztjuk bizonyságtétel által, vagy a Isten igéjének idézése által, akkor az a felüdülés ránk is visszahat. Így működik Krisztus testében a bátorítás. Mennyei Atyám! Hálát adunk neked azért, hogy Isten igéjével tudjuk táplálni magunkat, és tudjuk táplálni egymást. Kérem a kegyelmedet abban, hogy napról napra többet és többet megértsünk belőle, hiszen a te igéd nem csak egy könyv, a te igédből élet árad. Add, hogy soha ne felejtsük ezt el, és soha ne felejtsünk el táplálkozni, mindig erősek és jól tápláltak legyünk a te igéd által, és add, hogy mindig eszünkbe jusson másokat is táplálni,
hogy a közösség működjön, hogy a közösség ereje átüssön ennek a világnak a szürke fátyolán, ami miatt nem látják még Jézus Krisztust. De kívánom, hogy lássák meg. Jézus nevében. Ámen. Ha elveszne szívemből a csoda, add, hogy emlékezzem kicsoda, ki feláldozta értem életét, add, hogy tudjam Jézus értem élt, hozzád száll fel hála énekem, véred által szabad életem, mert meghaltál, s ezzel megváltottál. Egyet kérsz, én megteszem, az ég felé nyújtom kezem, s leborulok, leborulok, leborulok a térdemre. Egyet kérsz, én megteszem, az ég felé nyújtom kezem, leborulok, leborulok, leborulok a térdemre. Ha elveszne szívemből a csoda, add, hogy emlékezzem kicsoda, ki feláldozta értem életét, add, hogy tudjam Jézus értem élt, hozzád száll fel hála énekem, véred által szabad életem, mert meghaltál, s ezzel megváltottál. Egyet kérsz, én megteszem, az ég felé nyújtom kezem, leborulok, leborulok, leborulok a térdemre. Egyet kérsz, én megteszem, az ég felé nyújtom kezem, leborulok, leborulok, leborulok a térdemre. Ha elveszne szívemből a csoda, add, hogy emlékezzem kicsoda, ki feláldozta értem életét, add, hogy tudjam Jézus értem élt, hozzád száll fel hála énekem, véred által szabad életem, mert meghaltál, s ezzel megváltottál. Egyet kérsz, én megteszem, az ég felé nyújtom kezem, leborulok, leborulok, leborulok a térdemre. Egyet kérsz, én megteszem, az ég felé nyújtom kezem, s leborulok, leborulok, leborulok a térdemre. Egyet kérsz, én megteszem, az ég felé nyújtom kezem, s leborulok, leborulok, leborulok a térdemre. Egyet kérsz, én megteszem, összeteszem két kezem, s leborulok, leborulok, leborulok a térdemre. Leborulok, leborulok, leborulok a térdemre. Amen.